Donald Trump halálbüntetést ígért az amerikaiakat megölő migránsoknak. Erről és az amerikai kampány jelenlegi állásáról fogunk ma beszélgetni. Köszöntöm Önöket, én Jakab Balázs vagyok, és ez pedig itt a Világnézet, és köszöntöm a vonalban dr. Tóth Norbertet, nemzetközi jogászt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Hát Donald Trump ismét felkavarta az amerikai közvéleményt ezzel a kijelentésével, hogy az amerikaiakat meggyilkoló migránsoknak halálbüntetést adna. Itt egy valós kampánypontot láthatunk, vagy egy inkább egy kommunikációs blöfföt, amivel egy kis figyelmet akart magára irányítani? A kettő keverékét láthatjuk. Alapvetően inkább az utóbbi, szerintem, hogyha százalékosan kellene különbséget tennem a két mögöttes ok között, akkor azt mondanám, hogy nagyjából olyan kétharmad értelemben inkább kampányfogás, egyharmad értelemben pedig valós elképzelés van mögött. Tehát nyilván szigorítást jelentene szövetségi szinten abban az esetben, hogyha Trump megnyeri a választást és valóra váltja ezt az ígéretét, akkor a vonatkozó szövetségi büntetőjogi törvények szigorítását jelenthetné. Mindjárt belemegyünk ebbe a halálbüntetés jogi kérdésébe, de még önmagában annak van-e jogi alapja Amerikában, hogy különbséget lehet tenni egy migráns meg egy amerikai között? Tehát elvileg ugye azt kell látni, hogy az amerikai jog az nem légüres térben létezik, egyetlen más belső jog sem, tehát a magyar jog sem, osztrák jog sem, hanem körbeveszik más jogrendszerek. Tehát elsősorban ugye a nemzetközi jog. És az Egyesült Államoknak, amellett, hogy vannak az emberi jogokra vonatkozóan fontos és releváns belső jogi, tehát saját szabályai, részese bizonyos nemzetközi szerződéseknek is. És összességében azt lehet mondani, hogy a diszkrimináció tilalma miatt ugye nem lehet különbséget tenni ilyen értelemben ember és ember között. Tehát, hogyha Trump azt ígéri, hogy szigorítja a halálbüntetésre vonatkozó szövetségi szabályokat, akkor az nyilván nem csak a külföldiekre, ugye most a migránsok alatt feltehetően olyan embereket kell itt érteni, akik nem rendelkeznek amerikai állampolgársággal, hanem az amerikai állampolgárokra is kell gondolni. Tehát ilyen különbségtétel nem lehetséges, tehát bárki, aki ilyen bűncselekményt követ el, mondjuk egy ilyen feltételezett későbbi módosítás alapján, az ezekkel a szigorú következményekkel lenne sújtható. Tehát nem csak a külföldiek, hanem az állampolgárok is. És abban lehet különbséget tenni, hogyha valaki amerikaitől meg nem amerikait, vagy abban sem lehet ilyen különbségeket tenni? Hát ugye itt is ez egy érdekes kérdés, hogy minősítő körülményként az állampolgárságot fel lehet hozni. Én azt gondolnám egyébként, hogy alapvetően nem, mert ember és ember között megint csak emberi jogi alapon nem lehet különbséget tenni főszabályként, mert hogy minden ember egyenlő. Lehetnek bizonyos indokolt különbségtételek, tehát az létezik, hogy a diszkrimináció tilalma alól vannak kivételek, hogyha jogszabály ezt előírja, és egyébként indokolható ez a különbségtétel, mert hogy van egy a mögöttes cél, amelynek az elérése szükségessé teszi ezt a különbségtételt, de szerintem egyébként itt az emberölés kapcsán ez a mögöttes cél ez nem volna indokolható. És akkor menjünk bele most konkrétan a halálbüntetésbe. Ugye hogyan áll maga a halálbüntetésnek a kérdése Amerikában? Itt most az államoknak a belső szabályzata dönt, vagy például egy következő elnöknek, akár ugye Trumpnak lesz-e lehetősége az államokon átívelő szabályokat hozni? Hogyan áll ez jelenleg? Igen, tehát az amerikai belső jog, tehát amit az amerikai belső szervek, elsősorban ugye a szövetségi parlament, a kongresszus, ugye a tagállami parlamentek alkotnak meg, és ugye ezek kiegészülnek a végrehajtási szerveknek a jogszabályaival, intézkedéseivel, plusz ugye fölöttük ott van az amerikai alkotmány. Ezek lehetővé teszik a halálbüntetés alkalmazását. Ugye mondtam az elején, hogy nyilván a belső jogokat körülveszi például a nemzetközi jog is. A nemzetközi jogban egyébként vannak olyan szabályok, amelyek tiltják a halálbüntetést. Tehát például az 1966. évi polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség okmányának második fakultatív jegyzőkönyv az betiltja a halálbüntetést, viszont annak a fakultatív jegyzőkönyvnek, tehát ugye a fakultatív szóból következik, hogy nem kötelező részesévé válni, az Egyesült Államok például nem vált a részesévé. És emellett is vannak még más nemzetközi szerződések, de azoknak meg eleve nem is tudott volna az Egyesült Államok részesévé válni, mert azok meg európai szabályok, tehát Európában vannak külön szerződések, amelyek tiltják a halálbüntetést. Tehát következésképpen nincs olyan nemzetközi jogi norma, amely közvetlenül kötelezni az Egyesült Államokat arra, hogy a halálbüntetést betiltsa. Még egyszer mondom, azért nem, mert nem vetette magát alá ilyen
létező szabályoknak. És az amerikai jogban viszont egy nagyon összetett büntetőjoggal, egy nagyon összetett joggal van dolgunk, sokkal bonyolultabb és összetettebb ez például, mint az európai jogrendszerek, például a magyar jog, hiszen eleve az Egyesült Államok szövetségi államként működik, tehát létezik egy szövetségi jog, meg léteznek a tagállamoknak külön, tehát az Egyesült Államok tagállamainak külön jogrendszerei. 50 tagállamból épül fel az Egyesült Államok, ez 50 külön jogi világ, és erre ráborul az amerikai szövetségi jog. És akkor még ennél is bonyolultabb egyébként, mert az indián rezervátumoknak külön jogállása van, vagy vannak olyan az Egyesült Államokhoz tartozó területek, amelyek nem minősülnek tagállamnak, de az Amerikai Egyesült Államok részét képezik, például ugye a Columbia körzet, ugye ez a vagy Washingtonnak nevezett szövetségi főváros, ennek szintén külön jogrendszere van, vagy Puerto Rico, ami nem tagállama az Egyesült Államoknak, de része Amerikának, vagy az amerikai Virgin-szigetek, Guam, és így tovább, tehát vannak különleges jogállású területek, tehát egy nagyon komplex, összetett rendszer, de leegyszerűsítve az a lényeg, hogy a büntetőjog nagy része az nem szövetségi szintű szabályokat jelent, hanem tagállamok szintjén tagállami szabályokat, illetőleg hát említett speciális jogállású területeknél meg az ő jogszabályaikat. Tehát a nagy része a büntetőjognak, mert a rendfenntartás az alapvetően tagállami feladat az amerikai alkotmány alapján, az tagállami szinten van szabályozva, de létezik egy szövetségi büntetőjog is, amely alapvetően akkor lép működésbe, hogyha szövetségi bűncselekményt követel valaki, és akkor megvaltározva az, hogy mik minősülnek szövetségi bűncselekménynek, például a hazaárulás, az tipikusan szövetségi bűncselekmény, vagy kémkedés ugye az Egyesült Államok ellen, vagy terrorista cselekmények, azok tipikusan ilyennek minősülnek, aztán ilyennek minősülnek a kábítószerrel kapcsolatos különböző cselekmények, és általában azok a bűncselekmények, amelyek egyszerre egynél több amerikai tagállamot érintenek, ott a szövetségi büntetőjognak van szerepe, és a szövetségi hatóságok nyomoznak, tehát az FBI, a szövetségi rendőrség, amely ezekben a bűncselekményekben a legtöbb esetben nyomoz, de egyébként még egyszer mondom, a nagy esetek nagy részében a tagállami, tehát az 50 tagállam egyenként való büntetőjogának van jelentősége, és igazából mondhatjuk azt, bár egy leegyszerűsítés egyébként, hogy kivételes szerepe van a szövetségi büntetőjognak, és ami érdekes, hogy a szövetségi büntetőjogban létezik halálbüntetés, a tagállami büntetőjogok körülbelül felében létezik, felében ezt eltörölték, és ahol meg létezik tagállami szinten, ott is körülbelül 10 állam van, ahol rendszeresen végrehajtják ezeket a halálos ítéleteket. Míg szövetségi szinten, ez egy külön történet egyébként, hogyha gondolja, akkor belemehetünk később, hogy hogyan hajtják végre, meg hogyan nem a halálbüntetéseket. Igen, akkor most arra kérem, hogy ez például, mert ugye itt jelenleg 2024-ben meg Európában ez számunkra sokszor fura, hogy mai napig van halálbüntetés, és ugye ez számunkra nagyon idegen így kulturálisan, hogy akkor Amerikában kérem fejtsek, hogy ez hogyan zajlik konkrétan, milyen esetekben, ugye azt mondta, hogy kik kaphatnak ilyen büntetést, de hogy hogyan kell elképzelni azt, hogyha valakit halálra ítélnek. Igen, és ráadásul a halálbüntetés módjában is különbség van tagállami, meg szövetségi szinten. Szövetségi szinten csak méreginjekcióval lehet valakit ma már kivégezni. Tagállamok esetében, ahol van halálbüntetés, ott viszont különbség van. A legtöbb esetben egyébként ott is a méreginjekció ma már az, amivel végrehajtják, de például van olyan tagállam, ahol lehetőség van villamosszékre, van olyan tagállam, ahol ilyen mérges gázzal hajtják végre, vagy lehetőség van arra, hogy mérges gázzal hajtsák végre a halálbüntetés, van, ahol lehetőség van arra, hogy sortűzzel, van, ahol akasztással, de a legtöbb esetben egyébként, még egyszer mondom, a méreginjekció az, ami átvette szerepét ezeknek a végrehajtási módoknak. Tagállami szinteken az általában elmondható, hogy ahol van halálbüntetés, ott az emberölés esetében, vagy az ember elleni, életelleni bűncselekmények esetében van tipikusan erre lehetőség, de ott sem feltétlenül kizárólag csak halálra lehet valakit ítélni, tehát van lehetőség arra, hogy életfogytig tartó szabadságvesztésre, vagy valamilyen más büntetésre ítéljenek egy elkövetőt, és akkor a szövetségi szinten a végrehajtás úgy történik ennek a méreginjekciónak, tehát szövetségi bűncselekmény esetén, hogy Indiana államban van egy erre kijelölt szövetségi büntetésvégrehajtási intézet, és akkor ott zajlanak le hát az ítélet végrehajtása, az gyakorlatilag ott történik meg szövetségi esetben, hát a tagállamok esetében pedig a tagállamoknak van saját eszközük, illetve büntetésvégrehajtási intézetük
Erre az érdekesség az, hogy szövetségi szinten volt egy nagy változás a jogszabályokat illetően. Ugye az is érdekes még az amerikaiak esetében, hogy nem mondtam el, hogy az amerikai jog az amellett, hogy rétegzett, tehát hogy van egy szövetségi rétege és vannak tagállami rétegei, ráadásul még a jogforrások szintjén két fő jogforrásból tevődik össze. Van az úgynevezett common law, ami egy angol száz eredetű, alapvetően szokásjogi eredetű bírói jog által alkotott rétegét jelenti a jognak, meg van a törvényi jog, amit parlamentek alkotnak, tehát hogy az amerikaiak esetében a kongresszus, illetve a tagállami parlamentek, és az írott jogot jelent, tehát a törvényi jog. Szemben a common law-val, ami részben írott, részben íratlan, az íratlan része a szokásjogi rész, az írott része az pedig a bírói joggyakorlat, és ugye azt meg látjuk, vagy láthatjuk, hát ha más nem, akkor amerikai filmekből, hogy milyen nagy jelentősége van a jogalkotást illetően a bíróságoknak az Egyesült Államokban, de egyébként a briteknél ugyanez, meg az angol száz jogrendszerekben ugyanez. Most a mi jogrendszerünk, a magyar, az egy kontinentális jogrendszer, amelynek az alapját a római jog jelenti a magájog esetében. Ez összeolvadt valamikor a germán törzsi szokásjogokkal, és van egy magyar eredete is egyébként, tehát több rétegből tevődik össze, de a közös jellemzője a magyar jognak például az amerikaival vagy a brittel szemben, hogy kisebb a jelentősége a bírói jogalkalmazásnak, illetve hát a bírói jogalkalmazás az nem jelent jogalkotást elvileg a magyar jog esetében, szemben az amerikaival meg a brittel, ahol ennek sokkal nagyobb jelentősége van, és ezt csak azért mondtam el, mert a 70-es években, tehát a múlt század 70-es éveiben az amerikai legfelsőbb bíróság több ügyben, ezt úgy mondják angolul, hogy landmark cases, tehát különösen nagy jelentőségű ügyekben foglalkozott a halálbüntetéssel, abból a szempontból, hogy Amerikában szövetségi szinten a halálbüntetés az vajon kegyetlen vagy szokatlan büntetésnek minősül-e. És 1972-ben a Furman kontra Georgia állam ügyben azt mondta a legfelsőbb bíróság, hogy tehát az önkényes alkalmazása, tehát következetlen önkényes alkalmazása, vagy következetlen önkényes kiszabása a halálbüntetésnek, a szokatlan és embertelen büntetésnek minősül. Ezzel kapcsolatban 76-ban jött egy másik legfelsőbb bírósági ítélet, a Gregg kontra Georgia állam, tehát szintén Georgia állammal volt kapcsolatos ügyben, és ott azt mondta ki a legfelsőbb bíróság, hogy ez igaz, amit 4 évvel korábban mondott, de ez nem jelenti azt, hogy általános tilalom lenne a kamolló alapján, meg az alkotmány alapján szövetségi szinten a halálbüntetéssel kapcsolatban, de összességében mindez együttvéve a 70-es évekbeli két ítélet azt jelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok szövetségi szinten sokkal visszafogottabban hajtotta végre a halálos ítéleteket ettől kezdve, tehát azt mondják, hogy van egy post-Gregg korszaka az amerikai halálbüntetések gyakorlatának, és érdekességképpen hadd mondjam el, hogy a szövetségi szinten mondtam, hogy visszafogottabbá vált, tagállami szinten ott pedig sok esetben átgondolták a tagállamok Amerikában, hogy mit kezdjenek a halálbüntetéssel, ezt követően van, ahol kiiktatták a halálbüntetést, van, ahol újra szabályozták, és az a lényeg, hogy szövetségi szinten viszont 1976 óta ez elmondható, hogy csak két elnöki ciklus alatt hajtottak végre eddig, tehát 76 óta halálos ítéleteket szövetségi szinten, egyrészt ifjabb George Bush ide alatt 3-at, illetve Donald Trump elnökség alatt 13 esetben végrehajtottak ilyet, és jelenleg 40-en várnak a halálsoron a szövetségi bűncselekmények miatt halálbüntetés végrehajtására, és körülbelül olyan 2200 olyan ember van még emellett, akik meg a tagállamokban várnak a halálsoron a saját büntetésük végrehajtására. Tehát az a lényeg, hogy szövetségi szinten volt egy megtorpanás, és ugye Trumpnak az ígérete ezzel együtt érdekes most, tehát hogy ő azt mondja, hogy ugye keményebben lépne fel. Tehát az a lényeg, hogyha ő újra hatalomra kerülne, akkor vélhetően az a 40 ember, aki a szövetségi bűncselekmények miatt a halálsoron van jelenleg, köztük van olyan, aki már egyébként 30 éve ott van, valószínűleg, vagy jó esettel számíthatna arra, hogy végrehajtanák rajta, tehát ezen a 40 emberen valószínűleg, vagy nagy részükön végrehajtanák Donald Trump második ciklus alatt a halálbüntetés, míg azt láthatjuk, hogy a demokrata elnökök alatt egyébként nem hajtottak végre szövetségi halálbüntetést. És az államokban ez mennyire egy republikánus dolog, hogy csak republikánus államokban van még halálbüntetés, vagy vannak például olyan demokrata államok, ahol még ezt mindig gyakorolják? Demokrata irányultságú államokban is van, tehát elő-elő fordul, de összességében a többsége az inkább republikánus
irányultsága, és inkább az Egyesült Államok déli részén található államokról van szó. Tehát sokkal kevesebb olyan állam van, mondjuk északon van New Hampshire, ahol eltörölték a halálbüntetését. Ez egy nagyon érdekes dolog. Néhány évvel ezelőtt New Hampshire-ben, ami egy az Egyesült Államok északi részén lévő állam, egy kis állam, ott eltörölte az ottani állam a halálbüntetést, viszont nem visszaható hatállyal, tehát ott beragadt egy ember, akit korábban halálra ítéltek, és rajta végre lehet hajtani a halálbüntetést, annak ellenére egyébként, hogy ma már ott nem hozhatnának halálos ítéletet. Ez is egyébként egy nagyon nagy különbség az európai meg az amerikai jogfelfogás között, mert mondjuk az európai büntetőjogokban, a magyarban is, hogyha egy elítéltre például, vagy egy terheltre időközben a parlament mondjuk kedvező szabályokat, tehát nem csak rá, hanem hogy általában kedvező büntetőjogi szabályokat, enyhébb büntetőjogi szabályokat alkotna, akkor ott lehet visszaható hatállyal élni, tehát hogy érinteni ugye azt az érintettet, akit korábban a szigorú szabály alapján ítéltek el. Az Egyesült Államokban viszont vannak olyan tagállamok, például a New Hampshire, ahol nincs visszaható hatálya a kedvező büntetőjogi szabálynak, tehát ezért maradhatott ez az elítélt ugye a halál soron. Még vannak olyan államok, például Washington állam, megint az is egy északi állam, de mondjuk észak-nyugati állama, mondjuk Kanadával határos állama az Egyesült Államoknak. Ott is a washingtoni legfelsőbb bíróság, tehát a tagállamnak a legfelsőbb bírósága alkotmányellenesnek mondta ki a halálbüntetést. Mind az 50 államnak van egyébként saját alkotmánya. Tehát amellett, hogy van egy szövetségi alkotmány az Egyesült Államokban, minden tagállamnak van saját alkotmánya is, és saját legfelsőbb bírósága. És a washingtoni legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy abban a tagállamban ez alkotmányellenes, és gyakorlatilag automatikusan az ott lévő halálsorról lévő elítéltek büntetése automatikusan hát életfogytig tartó szabadságvesztése változott. Tehát, hogy nagyon nagy a szórás, nagyon nagy a különbség az Egyesült Államokon belül tagállami szinten is, meg szövetségi szinten is. És hogyha Trump bevezetné ezt a halálbüntetést, az hogyan hatna a nemzetközi megítélésére Amerikának, és például a különböző morális vagy alkupozícióit hogyan érinteni? Biztos, hogy rontaná azoknak a szemében, akik, ahol eltörölték a halálbüntetést, tehát mondjuk az európai államok zömében, ott valószínűleg ez a lépés, amúgy is egyébként Európából kritizálják az Egyesült Államokat folyamatosan, hol erősebben, hol gyengébben, amiatt, hogy a halálbüntetést nem vezették ki. Sem szövetségi szinten, sem tagállami szinten. Tehát egy folyamatos kritikával kell, hogy az Egyesült Államok szembenézzen a nyugati civilizáción belül, de egy ilyen lépés, amely szigorítást jelentene, ez biztos, hogy újabb kritikákat jelentene. Dr. Tóth Norbertnek köszönjük szépen, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen én is.